Elindult a szűrőbusz program. Novemberig havonta 6-8 hátrányos helyzetű kis településre látogatnak el a Vármegyében. 21. századi szakképzést építenek, a Mátészalkai Szakképzési Centrum két iskolája is megújul. Turisztikai célpont Tiszabercelen található Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepe, amely újra látogatható. Megkezdődött a szűrőbusz program Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A helybe visszük a szűrővizsgálatokat célja, hogy biztosítsa a szűrővizsgálatokat a kis lélekszámú, hátrányos helyzetű települések lakosai részére, akik nehezen férnek hozzá szűrésekhez és az állapotfelmérésekhez. Tavaly 7 hónap szűrési tevékenység során 38 szűrési napon 32 helyszínen történt kitelepülés, mintegy 1349 regisztrált résztvevővel. Magyon állomásozott a szűrőbusz 2022 őszén, ekkor még a Nemzeti Népegészségügyi Központ üzemeltetésében. Ez azóta változott, az ezzel kapcsolatos feladatokat tavaly az Országos Kórházi Főigazgatóság vette át. A feladat és a célkitűzés azonban nem változott. Olyan hátrányos helyzetű kis településekre biztosítani a szűrővizsgálatokat, ahol a helyben élők ezekhez a szolgáltatásokhoz nehezen jutnak hozzá. A szűréseket a Vármegyei Kórház munkatársai, orvosai, szakdolgozói végzik. Elsődlegesen a daganat szűrése, a rák szűrése koncentrálunk, ugye ezt, hogy időbe vegyük észre, amennyiben a rákos betegséget időben kiszűrjük, sokkal nagyobb a gyógyulásra való hajlam. A feladatunk az, hogy a megyei intézmény munkáját és a szűrőprogram munkáját összehangolva a kórházban dolgozó orvosok, szakdolgozók, ápolók segítségével munkanapokon elvégezzük ezeket a szűrővizsgálatokat, amelyek valóban, ahogy mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásával, koordinálásával folynak, viszont a megyei intézmény is itt nálunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház a megyében kicsit önállóan tudja ezeket szervezni, mi ismerjük a helyi struktúrát, a helyi kapacitásokat, a szakemberek rendelkezésre állását, és nyilván a megyei ismereteink is nekünk nagyobbak. Általános állapotfelmérés, kardiológiai, nőgyógyászati, szájüregi vizsgálat. Többek között ezeken a területeken végeznek szűréseket a kitelepült buszokon. Az idei program áprilisban indult, egyelőre nagyobb aktivitással, mint a tavalyi évben. Tavaly volt néhány csalódás egyes településeken, ahol kicsit úgy gondoljuk, hogy sokkal kevesebb létszámban jelentek meg, mint amennyire vártuk őket. Igaz, a tavalyi az ilyen első év volt, amikor az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésével történt ez a program, bár korábbi években is jelentünk már meg. Programjunk most már ismert a megyei településeken. Tehát a helybe visszük. Vezetni, mondhatjuk így van, azt. Így van, ez már évek óta történt. Az OKFÖ előtt az NNK szervezte a szűrőt, akkor is mi vettünk részt benne. A helybe visszük a szűrővizsgálatokat, program, ez a teljes neve, ez most már ismert a megyebeli lakosok és a polgármesterek előtt, a kis településeket meglátogatjuk, és most már örömmel jelzem, hogy itt a 2024-es év folyamán, április hónapban, amikor elkezdtük a szűrővizsgálatokat, most már naponta 50-60 beteget tudunk leszűrni. A szűrőbuszok egészen novemberig havonta 6-8 településen állomásoznak majd. Ebben a hónapban május 22-én szerdán Penészlekre, egy nappal később Csarodára, május 28-án kedden Tarpára látogatnak el. Az adott hónapi ütemtervről a Kölcsei Televízió képújságján rendszeresen tájékozódhatnak. A Mátészalkai Szakképzési Centrum két technikumának meghatározó fejlesztése indul el rövidesen. A Nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és a Mátészalkai Gépészeti Technikum és Kollégium épületeit korszerűsítik és bővítik 7,5 milliárd forint értékben. A beruházás teljes egészében a tervek szerint 2026 első negyedévében fejeződik be. Nem csak a jelent, hanem a jövőt is formálni szeretnék. Egy 2019 óta zajló folyamat végére ért a Mátészalkai Szakképzési Centrum, amely egyben kezdetet is jelent, ugyanis a térség két meghatározó technikumának fejlesztése indul meg hamarosan. A Mátészalkai Gépészeti Technikum és Kollégium és a Nagykállói Budai Nagy Antal Technikum épületeit korszerűsítik és bővítik Európai Uniós forrásból, mondta el a centrum kancellárja a projekt nyitó rendezvényén Mátészalkán.
Egy 7,56 század milliárdos fejlesztési pályázatban vettünk részt, illetve ennyit nyertünk a RRF 222-es pályázati program keretében, amely magában foglal építési beruházásokat, eszközfejlesztéseket, illetve olyan szakmai fejlesztéseket, amelyek a 21. századi szakképzés fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Konkrétan ez azt jelenti, hogy Máté Szalkán a gépészeti technikumban egy több mint 1000 négyzetméteres fejlesztés, a tanműhely fölé egy öntartó szerkezettel egy tetőteret fogunk építeni, illetve egy közel 600 négyzetméteres önálló épület is elkészítésre kerül. Nagykállóban, a Budai Nagy Antal Technikumban pedig egy 160 férőhelyes kollégiummal 1600 négyzetméter fölötti közösségi térrel fog bővülni az ingatlan rendszer. Mindezeken felül még több százmilliós eszköz és egyéb fejlesztések is meg fognak valósulni az intézményekben. A sikeres magyar gazdaság, a sikeres magyar szakképzés, felsőoktatás, felnőtt képzés egy irányba visz minket. Egy irányba visz minket, éppen ezért indítottuk el a 21. századi szakképzőiskola programunkat, ami azt jelenti, hogy 96 milliárd forrás áll rendelkezésre szakképző intézményeink megújítására. 31 szakképző, 34 helyszín, 96 milliárd, na és ebből 7,5 milliárd forint a Máté Szalkai Szakképzőcentrumban áll rendelkezésre, amely mind Nagykállón, mind itt Máté Szalkán lehetőséget ad arra, új infrastruktúra, kollégium, és még inkább a gazdaság igényeire tudunk nyitni a duális, gyakorlatorientált, megújult magyar szakképzésben. A megújult szakképzés sikerét jelenti, hogy ma a 8. után 10-ből 6-an a szakképző intézményeket választják. Az elmúlt években több mint 70%-kal nőtt a szakképzésből felsőoktatásba felvettek száma. Kifejezetten azokon a területeken, melyek fontosak a gazdaság számára, a műszaki, a mérnöki és az informatikai szektorokban. A legfontosabb az, hogy legyen meg az a funkció, ami miatt fejlesztünk. Ez jelen esetben ugye a minőségi szakképzés feltételrendszerének megteremtéséhez szükséges. Ugye egyértelmű, hogy ha azt akarjuk, hogy a szakképzés betöltse a funkcióját, és elégedetten dolgozzanak ott a tanárok, megfelelő minőségű oktatásra képes tanárok, olyan diákok, akik egyébként tanulni akarnak, és a lehető legtöbbet akarják kihozni, akkor ezekhez elengedhetetlen az, hogy az épített környezet is megfelelő minőségű legyen, és azok az eszközök, azok a korszerű eszközök rendelkezésre álljanak, amikkel egyébként a szakképzés valóban megvalósítható. Szerintem a legfontosabb, hogyha jól felszerelt iskolákba, megfelelő környezetbe csináljuk ezt, az vonzó lesz a fiatalok előtt, és olyan szakemberek kibocsátására lesz alkalmas, akikre a magyar gazdaságnak szüksége van. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum a fiatalok visszajelzése alapján 4,1-es értékelést kapott az 1-től 5-ig terjedő skálán. Ez pont 0,2-del magasabb, mint az átlagos értékelés szokott lenni. Azaz nem csak az épületi infrastruktúra és a képzési rendszer fejlődik, de a fiatalok szeretetét is elnyerte a szakképzőcentrum. Cigaretta hamisítókra csapott le a NAV. Egy Nyíregyházán tartott ellenőrzés során hárman éppen indulni készültek mikrobuszaikkal, amikor a pénzügyőrök megállították őket és átvizsgálták az autókat. A járművekben felirat nélküli karton dobozokban megközelítőleg 1,5 millió szál hamisított cigarettát találtak és foglaltak le. Az őrizetbe vett trió ellen bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult nyomozás. Az előállított három férfi letartóztatását a Nyíregyházi Járásbíróság elrendelte, elmarasztaló ítélet esetén akár 10 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. Újra látogatható vármegyénk legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepe Tiszabercelem. A telep 1970-ben üzemelt utoljára, 1983-ban műemléki védettséget kapott, nemrég pedig egy turisztikai pályázatnak köszönhetően felújították. A gondosan karbantartott gépek korábbi működését egy állandó kiállítás is bemutatja az érdeklődőknek. Műemlék felirat olvasható az 1896-ban épült gőzüzemű átemelő szivattyú telep falán. Alig több mint fél év alatt építették meg, miközben téli időjárási körülmények is nehezítették a munkát. És az alapanyagok szállítása sem úgy működött, mint manapság. Beépítettek 1100 köbméter betont, 1300 köbméter téglát, és azt lehet mondani, hogy rekordidő alatt, rekordminőség, nagyon jó minőségben, hiszen 128 éve
épült ez a szivattyútelep, és eredeti állapotában meg tudtuk őrizni. Úgyhogy büszkék vagyunk az elődökre, akik megtervezték és megépítették, és büszkék vagyunk, és köszönjük azoknak, akik 128 éven keresztül a gondját viselték ennek a komoly létesítménynek. 1971. Ez a február 19-ei az utolsó bejegyzett adat a tiszabercei szivattyútelep üzemnaplójában. Nem messze innen épült az elektromos telep, amely ezeket a gépeket végül leállítatta. Pedig mindig voltak olyan szakemberek, akik működtetni tudták a komoly szaktudást igénylő nehéz gépeket. Ezt a berendezés csoportot már a magyar gépipar, a magyar vízgépipar gyártotta le. Az első Kárpát-medencei gőzüzemű belvízmentesítő szivattyútelep az Sajfokon, a Közép-Tisza vidékén épült, és ott még a döntőtvas szerelvényekre, szivattyúkra az van felírva, hogy 1878 London. Tehát akkor még Angliából kellett ilyen gépeket, berendezéseket hozni, de ez már a magyar iparnak a terméke volt. Méghozzá a kor legkorszerűbb és legjobb minőségű gépei. Ezért közel 100 éves működése alatt csak kisebb javításokat kellett rajta végezni. Az idő azonban nyomot hagyott az épületen, amelyet a rétközi turisztikai projekt keretében sikerült felújítani. Rendbe tették az ikonikus helyszín külső homlokzatát, új tetőt kapott az épület, és más állagmegóvási munkákat is végeztek rajta. Nálunk az egyik legfontosabb épületet jelenti, hiszen Tiszabercelnek is, de nem csak Tiszabercelnek, hanem az egész Rétköznek az életét befolyásoló épületről van szó. Ezt az 1900-as évek, illetve az 1900-as évek elején, mert az 1800-as évek végén készült el ez a szivattyútelep, de az 1900-as évek elejére ennek a gőzszivattyútelepnek a segítségével sikerült a Rétköznek a belvízmentesítését megoldani, és én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon komoly gazdasági jelentősége volt, hiszen ezzel be tudott kapcsolódni ez a tájegység az egyre erősödő magyar mezőgazdasági életbe, és nagyon sok embernek adott így kenyeret. A felújítás részeként a régi színtároló helyén egy látogatóközpontot alakítottak ki. Az itt helyet kapott állandó kiállítás a Rétköz ár- és belvízmentesítését mutatja be. Itt a Tisza mentén, Ibránytól egészen Tiszadóig nagyon sok látnivaló van. Például megemlíthetem, hogy Szabolcs nemrég lett történelmi emlékhely, tehát itt a nyíri mezőség és a Rétköz összekapcsolódik, és én azt gondolom, hogy az aktív és ökoturizmusnak is kiváló helyszíne, hiszen itt lehet kerékpározni, lehet a víziturizmus szenvedélyének hódolni. Szabolcs-Szentmár-Bereg vármegye legrégebbi gőzüzemű szivattyútelepe újra látogatható, kezelője a Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az országban mindössze 3 olyan politikai erő van, amelynek sikerült a fővárosban és vidéken is az ország minden pontján listát állítani. Ez a Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk. Hangzott el az utóbbi párt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A pártelnök elmondta, ők az egyetlen párt, akiknek antiglobalista gazdaságpolitikai programja van, mert szerintük nem lehet figyelmen kívül hagyni a vidéket és a magyar adottságokat. Torockai László büszke arra, hogy a párt vidéki alapítás, és úgy gondolja, lehetséges sikerük is ebben rejlik. Ezért olyan programmal rendelkezünk, amely a vidék számára igazi jövőt tud kínálni, és emellett nagyon fontosnak tartom az elszámoltatást. Mi olyan törvényjavaslatokat vittünk a Magyar Országgyűlés elé, amely például az 1994 óta fennálló katasztrofális profitorientált végrehajtási rendszer összes felelősét elszámoltatná, és akár több százezer magyarnak adnánk vissza legalább egy részleges kárpótlás keretében azt a pénzt, amit évtizedek óta ez a rendszer, ez, ahogy én szoktam mondani, sarcoló rendszer az emberektől elvett, sokszor lejárt, elévült tartozásokat hajtottak be, nem is tudták az emberek, hogy miért vonják le a fizetésükből. Tehát itt rendbe kell ezt tenni, a bankoknak, a haszonélvezőknek, a végrehajtóknak és a többieknek kell fizetni majd ezt a kártérítést.
Többek között faültetéssel, természetvédelmi erdészeti bemutatókkal, madárvédelmi előadásokkal és madárgyűrűzéssel is várták az érdeklődőket Nyíregyházán, a Tuzson János Botanikus Kertben, a Madarak és Fák napján. A most induló Európai Uniós költségvetési ciklusban mintegy 310 milliárd forintot fordít az erdőkre az állam. Az elmúlt 5 évben 184 millió fát ültettek el az állami erdészeti társaságok és a magánerdőgazdálkodók. Tudjátok, hogy minek az ünnepe van ma? Madarak és fák napja. Madarak és fák napja. Képzeljétek el, ez egy nagyon régi ünnep. Nem olyan régi, mint a karácsony, de majdnem. Nagyon sok óvodás és iskolás tudta, hogy miért érkeztek pénteken a Tuzson János Botanikus Kertbe. A Madarak és fák napja egy több mint 100 éves hagyomány Magyarországon, amelyet minden év május 10-én ünneplünk. A hagyomány célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Edukációs célja van, célunk többek között az is egyébként egészségügyi, hogy a friss levegőn legyenek a diákok, ne csak a tanterembe, itt egy nap, amikor ingyenesen lehet jönni, át lehet sétálni, Nyíregyháza kisváros, tehát bárhonnan át lehet sétálni a botanikus kertbe, sétáljanak a gyerekek, friss levegőn legyenek, igen, tehát ez a kettő együtt. A programok minden évben regisztrációhoz vannak kötve, és az óvodások mellett egyre többször hozzák el a pedagógusok az általános iskolás diákokat is. Pány József általános iskolából érkeztünk, és jó érezzük magunkat itt. Voltunk már a madár bemutatón, jó minden. Hét állomás várta a fiatalokat, ahol megismerhették a kert növényeit és madarait, megnézhették közelről, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, és akár madárodót is segíthettek készíteni. A játékos természetvédelmi és erdészeti bemutatók mellett pedig egy-egy odóba is bepillanthattak a gyerekek, hogy meglessék a széncinege fiókákat. Egyébként úgy fognak kirepülni, hogy a szüleik elkezdik majd nem etetni őket, hanem kintről, itt az ágak széléről fogják hívogatni őket, hogyha enni akarnak, akkor gyertek ki, és akkor fognak rájönni, hogy ők már tudnak tulajdonképpen repülni. A Madarak és Fák napjának évek óta elengedhetetlen programeleme az év fájának elültetése, amely 2024-ben a közönséges bükk lett. A bükk egy viszonylag hosszú életű fafajtát, 2-300 évig is akár el tud élni, és elég magasra meg tud nőni ideális körülmények között, mondjuk 30-35 méter. De szeretném megjegyezni, hogy neki nem itt a nyíregyházi környezet az igazi terepe, hanem a hegyvidék. Azért is választották idén az évfa fajának, mert sajnos egyre zsugorodik az a terület Magyarországon, ahol ő megtalálja a számítását, illetve a potenciális életkörülményeit. Ebben az évben picit jobban odafigyelünk rá. Az év fája mellett a diákok sokat tanulhattak a különböző állomásokon, madarakról is, például a 2024-es év madarának választott kerecsen sólyomról. Már bajnokként lép pályára az MB2 32. fordulójában a kiesés ellen küzdő BVSC Zugló otthonában a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese a Gyirmót elleni 3-1-es győzelemmel biztosította be az elsőséget és az ezzel járó feljutást. A bajnok avató ceremónia május 19-én vasárnap este 8 órakor kezdődik a Nyíregyházi Kossuth téren. Jelentős előnye birtokában már jó ideje csak az volt a kérdés, hogy mikor teszi matematikailag is biztossá feljutását a Nyíregyháza Spartakusz. Ez a pillanat a 31. fordulóban jött el. Balmazújvárosban ugyan a Gyirmót szerezte meg a vezetést, de a meccs végén a Spari örülhetett 3-1-es győzelmének, a bajnoki címnek és a feljutásnak. Nyilván éreztük azt, hogy a játékosokon van egyfajta ilyen szempontból eredménykényszer, tudtuk, hogy mit nyerhetünk vele, de szerintem a mentalitásunkat mutatja, hogy ugye hátrányból is sikerült fölállnunk és megfordítani a mérkőzést, úgyhogy végig nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, bedaráltuk, felőröltük őket, mentünk a győzelemért, és azt mondom, hogy a játékban is abból a szempontból nem volt rossz, hogy rengeteg helyzetet ki tudtunk dolgozni, kontrolláltuk a mérkőzést, domináltunk a mérkőzés alatt. Sajnos a helyzeteknek a minőségén, vagy a kihasználásán látszott, hogy egy kicsi druk van a játékosokban, vagy ugye a nagy atét, meg azt, hogy egy kicsit ilyen nyomás alatt most, hogy talán többet foglalkoztak a bíróval, mint szoktak, ez nem szokott jellemző lenni ránk, de próbáltuk nyugtatni a srácokat, és mondtuk nekik, hogy higgyenek benne, hogy végig meg fogják tudni fordítani a mérkőzést, hogyha ugyanígy mennek tovább. A vezetőedző szerint valamennyi játékos kivette a részét a régóta várt feljutás kiharcolásából.
illetve egy jó felfogású focit játszottunk, ami szerintem nem ízlett az ellenfeleknek, szervezettek voltunk, és ami a legfontosabb, hogy nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott az egész keret igazából. Nem egy csapatot mondtam, hanem az egész keret, mert voltak azért sérülés hullámok, amiket igazából nem is kommunikáltunk annyira a közvélemény felé, csak így nyilván lehetett látni, hogy nem mindig játszanak játékosok, de ennek ellenére tényleg mindenki nagyon beleállt, és kiegyensúlyozott teljesítményt tudtunk nyújtani, míg a riválisainknál több kisebb-nagyobb hullámvölgy bekövetkezett, azért azt gondolom, hogy nálunk, ha volt is, ősszel is, tavasszal is egy-egy minimális vagy egy icipici megtorpanás, összességében egy nagyon kiegyensúlyozott és határozott teljesítményt tudott nyújtani ez a csapat. A bajnokságból még három forduló van hátra. A Spari eddigi szerepléséhez méltóan szeretné befejezni a szezont. Nyilván azt szeretnénk, hogy bajnokhoz méltóan fejezzük be a szezont, és tényleg próbáljuk meg ugye ezt a pont előtt még akár növelni is, és hogy próbáljuk meg ugye akár rekordokat döntögetni, ezekkel próbálom a srácokat motivációba tartani. Meg hát nyilván itt mindenki kialakít magáról egy képet, eddig is kialakítottunk magunkról egy képet, egy pozitívat szerencsére, hogy lehet látni, milyen csupaszív játékot, győzelemre törekvő játékot játszik ez a csapat. Azt fogok kérni a játékosoktól, hogy ezzel semmiféleképpen roncsanak, mert az nem néz ki jó, hogyha itt a végére nagyon leereszt egy társaság. A Nyíregyháza vasárnap a 14. BVSC Zugló otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: PMSC Soroksár, Csákvár, Kozármisleny, Mosonmagyaróvár, Budafok, Kazincbarcika, Győr, Ajka, Budapest Honvéd, Gyirmót, Tiszakécske, Szeged, Siófok és Vasas Szombathely. Hazai környezetben játszik a kisvárdai futballcsapat az NB1 32. fordulójában. Feckó Tamás 11. már kiesett együttese a 12. mezőkövesdet fogadja. A mérkőzés vasárnap 14 óra 15 perckor kezdődik a Várkerti stadionban. A további párosítás a következő: Újpest Kecskemét, MTK Budapest Puskás Akadémia, Zalaegerszeg Paks, DVTK Ferencváros és DVSC Fehérvár FC. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Már járják a vármegyét a szűrőbuszok. Áprilistól egészen novemberig havonta 6-8 településre látogatnak el a szakemberek, a helybe visszük a szűrővizsgálatokat program keretében. Május hónapban még Penészleken, Csarodán és Tarpán települnek ki a vármegyei kórház orvosai és szakápolói. Átfogó fejlesztések zajlanak a Máté Szalkai Szakképzési Centrum iskoláiban. Európai Uniós forrásból a Nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és a Máté Szalkai Gépészeti Technikum épületeinek felújítása és bővítése veszi kezdetét. A több mint 7,5 milliárd forintos beruházás célja a már meglévő infrastruktúra bővítése, a centrum által képezhető szakemberek létszámának növelése, eszközparkjának korszerűsítése. A Tisza-Berceli szivattyú telep 1970-ben üzemelt utoljára, 1983-ban műemléki védettséget kapott, nemrég pedig egy turisztikai pályázatnak köszönhetően felújították. A kor legmodernebb gépeinek működését egy állandó kiállítás is bemutatja az érdeklődőknek. A műemlék újra látogatható, így bárki test közelből láthatja, mik és hogyan segítették a rétköz ár- és belvízmentesítését. Május 10-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, ne feledjék, szombaton Krónikával, vasárnap a Gazdasági Héttel várjuk majd Önöket, friss hírműsorral pedig legközelebb hétfőn este jelentkezünk ismét. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton némi felhősödés mellett sok napsütés várható, estétől északkeleten előfordulhat záporzivatar. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, napközben 20-22 fokot mérhetünk. Vasárnap a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol lehetnek záporok, zivatarok, az ország északkeleti harmadán kisebb a csapadék esélye. Délutánra 19-21 fokig melegszik fel a levegő.